Jó napot kívánok, kedves nézőim, szeretettel köszöntöm Önöket itt a másik tévén, ahol kosárlabda mérkőzést láthatnak. Adomari Planet Leasing ellenfele a 17. fordulóban, a szolnoki olajkáke együttese, a hazaiak fehér-kékben, vendégek pedig vörös-feketében játszanak. Igen, nehezen bontakozik ki az első hazai támadás, és az akció vége nem is sikerül. Kosara szerezi most viszont, igen, Anthony Dill, illetve Bódi Ferenc hozta össze az első kosarat. Rajtuk kívül még Dr. Deák Attila, Ivory Clark, Jerome Legrange alkotja a hazai kezdőtösét. A vendégeknél 11-essel most próbálkozik távolról Kentet. Sikerült is bedobnia, megszületett tehát a mérkőzés első triplája. Tatton kívül 10-essel Váradi Kornél, 5-essel Baro Húz, a szenegáli játékos, 14-essel Roni Ross és 15-essel Andrius Jurkinas játszik. A két edző, Ádám József, illetve Pór Péter, a játékvezetők pedig, a két edzők Bálint József és Pór Péter, a játékvezetők Ádám József, Király László, illetve Dr. Páli Kálván, mert rosszul mondtam volna. Maradt továbbra is az egypontos vendégvezetés. A labda a Tát kezében, és ő próbálkozik egy újabb tripával, be is megy. 2-6, ennyire egyszerű játék a kosárlabda. Kétszer villant az amerikai játékos, és már is 4 ponttal vezetnek a vendégek. Akik utoljára 2007 tavaszán 93-73-ra kaptak ki Dombóváron, nem akkor az olaj nyert, elnézést, és egy évvel ezelőtt 2008-ban 76-62 lett a hazaiak javára. Utoljára 2008. november 12-én találkozott a két csapat a Tiszaligeti csarnokban, 87-61-re nyert a szolnoki olajkáke együttese. Az újabb távoli kísérlet ezúttal nem jött be, marad az 5-8-as eredmény. A Bódit szerelték a szolnokiak. A labda azonban természetesen marad a hazaiaknál. Egy triplával próbálkozik, és milyen jól teszi Anthony Dill. És ezzel a 8-2-es állásból már is 8-8 lesz. Egy forog, ami jó. Szenegáli játékos volt eredményes. Ousmane Barrow a neve. Afrikai illetőségű, de az Amerikai Egyesült Államokban tanult. Ott szerette meg a kosárlabdát is. Deák Attila másodszor eredményes távolról. És ezzel a hazaiak átvették a vezetést. Deák Attilát nem szabad leírni. Eddig nem kapott akkora szerepet, mint korábban. Nem is ment neki úgy a játék. Most kétszer gyönyörűen villan. Nem sokáig vezetnek a hazaiak. Egy rossz védekezés után ismét a szolnokiak vezetnek, tehát már 8. pontját szereztek, a túloldalon pedig Anthony Dill próbál vele lépést tartani, ő is szorgalmasan gyűjti a pontokat, eddig 7 van neki. Egy rövidre sikerült dobás, tehát ezúttal nem találta gyűrűbe Legrange, bemegy, aztán leadja, és megvan az első szabálytalanság is a mérkőzésen.
Váradi kapta az első fautot, tehát a mérkőzésen, a Deal pedig két büntetőhöz készülődik. Az elsőt bedobja. Jó a második is, 9 pontos ezzel. Csere a hazaiaknál, Ivory Clark megy le, helyette pedig az új szerzemény, Ben Adams lépett pályára. Ben Adams nemrég érkezett Dombóvárra, az elég indisponáltan játszó Brian McCullough helyére érkezett. Ő nem ismeretlen a magyar szurkolók számára, hiszen két évvel ezelőtt egy fél szezont végigjátszott az univerz színeiben. Többek között szerepelt 2007. március 7-én az univerz olaj mérkőzésen, ahol a kecskemétiek 73-71-re nyertek. Akkor Adams 33 perc alatt 13 pontot dobott. ...15-12 az eredmény, pontosan az első negyed felénél járunk. Ronny Ross adja középre a labdát, senki sem volt Baron. Deák, ahogy kapja, már fordul is és dob. Céltévesztett a dobás, marad azonban ismét a hazaiaknál a kezdeményezés. A Legrand dobhatja be a labdát. Dél egyből, középről pedig Deák eredményes. 17-14-es az eredmény. Váradi mutatja a figurát. Jurkonász adja tovább. Tehát középre a Rossz. Báróval szemben szabálytalankodnak a hazaiak. Ben Adams kapta a fautot, 17-14. Egy jó kosár, ismét 20 részéről. Itt is jó a második kosár, marad továbbra is a szoros állás, egy ponttal vezet a hazai gárda. Bódihoz nem jutott el az átadás, Váradi megszerzi, mielőtt kiment volna a játéktéren kívülre. Tehát Jurkon ezt nem tudta játékba hozni, labda aztán visszakerült Tathoz. Egy rossz dobás, a lepattanó pedig Anthony Dillé. Adams. Adams keverget, két ember között próbálkozik. Váradi volt szabálytalan. A második faultja ez Váradi Kornélnak. Dill elég rossz labdát kapott, de azért még megmentette. Bódi szorongatott helyzetből, nem dob pontosan. Továbbra is egy pont a különbség, ám most az olaj támad. Egy jó kosár, 3 pontot ért a dobás, Ronny Ross. Dill, ez jó, megáll. A rossz szaladával már Váradi. Baró adja tovább, Jurkunász. Bent pedig egy szabálytalanság. A Legrandsnál fújták be. Rossz.
Ketten támadják, Jurkunasz így marad üresen, sőt, a sarokban Várali, ki bedobja a triplát. Haza időkérés. 19-22 az eredmény, jól kezdett a vendégcsapat. Nem lépett megilletődötten a pályára. Tehát tripláinak köszönhetően 8-2-re elhúzott. Hazák fölzárkoztak 8-8-ra, aztán vezettek és 3 pontra tudtak elmenni. Ám újabb triplák révén 19-22-re ismét átvették a vezetést. A pontgyártásban Barrow, illetve Tatt jeleskedik mindkettőjüknek, 8-8 pontja van, túloldalon Deáknak szintén 8, Dillnek pedig 11. Érdekesség, hogy az olajjátékosai közül 4-en is pontot szereztek, míg a hazaiaknál csak Deák, illetve Dill az, aki a gyűrűbe talált. Várjak már a pályán, de érkeznek a szolnokiak is. A hazaiak következhetnek egy újabb támadással, hiszen Váradi dobott egy triplát. A Le Grange. Deák. Váradi van szorosan a nyakán, úgyhogy nem tud onnan dobni. Le Grange ismét. Beró mellett próbálkozik bemenni. Kosár rossz, ám érkezik Ivory Clark és biztosít. Clark egyébként Bódi Feri helyére jött be. Rossz, középre Jurkunasz. Jurkunasz kezét üti meg Dill. A harmadik hazai csapat személyi hiba volt ez. Rossz nem tud bemenni. Labdája nem jó Barrownak. Le Grange piszkált oda. És 20 kezéről ment ki a labda. Deák. Dill. Adams nem vállalta első szándékból, közelebb egy rossz mellett, aztán kiadja Dill, erősen hezitált, Le Grange a sarokból rossz, a labda pedig a vendégeké. Váradi. Túloldalon Tatt kérte a labdát, nem kapta. Barrow. Rossz emelkedik, pontatlan a dobás, a labda Dillé lesz. Marad a 21-22. Le Grange. Deák. Beláll a triplába, rossz. A labda Jurkunaszé. Elkezdődik az első negyed utolsó perce. Egy ponttal vezetnek a vendégek. Tehát Váradival vált. Váradi még mindig. Egy jó labdaszerzés. Két támadó, egy védő. Adams feláll egy triplába, rossz. A labda pedig a hazaiaké lesz, hiszen Jurkunasz üt bele a játékszerbe. A csere mindkét oldalon, Szőke Balázs lép pályára a hazaiaknál. Deák Attilát váltja. Váradit pedig 12-essel Tóth Viktor. Szöke. Tóth azonnal megkapja az első faultját. Szöke. Visszaadja Adamsnek.
Adams cselezget. Jól adja ki a labdát, Clark elküld egy védőt, egy kicsit pontatlanul adja. Lagrange elég jól megkeverték az ajak. Lagrange azonban röviden dobja el. Két ember támadja le a labdát felhozó olajjátékost. A kedvezményezett csapat a Szolnok, tehát ők hozhatják továbbra is a labdát. Rossz. Öt másodperc van a negyedből, Rossz elindul. Adams pedig megüti Rossz kezét, mutatja Dr. Páli. Két dobás következik. Az elsőt bedobja Ronny Rossz. Jó, a második is. Szőke még megszerzi, a labdája azonban nem talál a gyűrűbe, maradt tehát a 21-24 az első negyed végén. Egy-24-jel folytatódik a második negyed. A hazaiak kezdeményeznek. Tulajdonképpen ugyanazok játszanak a Vasút csapatában, akik lementek. Egy váltás van, változás van. A vendégeknél visszajött Váradi. Jurkunas, Váradi. Lagrange mellett megy be, picit zavart a báró, aztán ő az, aki megszerzi a lepattanót, és azonnal benyomja a gyűrűbe. Dill. Kosár nincs, előtte már szabálytalankodott Dill-el szemben egy játékos. 20 Manebáról kapta a személybe. Dél. Lagrange. Lagrange dobja a távolságot. Dill. Nem vált el. Clark sem. Most azonban igen. És jó is. Ivor Clarknak ez az első kosara. 3 ponttal vezet a Szolnok, és növelheti előnyét. Váradi. Rossz. Báró ismét kosárszerző. Adams. Továbbra sem tud kosarat szerezni. Rossz. Váradi a sarokban. Szőkéről kerül ki a labda. Váradi. Báró. Jó a kosár. Báró került a földre. 14 pontnál jár egyébként már Búzi Báró. Egy picit leülhet pihenni. Mór megtette a kötelességét, de valószínű, hogy vissza fog még jönni. 13-assal Harazin Tamás jön a helyére. Harazin 204 cm magas, tehát túl nagy magasságot nem vesztettek. Csak 4 centit a Szolnokiak. A hazaiak továbbra is gyengelkednek.
Tehát a szőke volt szemfüles. Két támadó, három védő, aztán zárkoznak a többiek is. Adams, szőke. Adott lök rajta Harazin. Csere hazajaknál. Adams jön le, helyette visszaáll Dr. Deák Attila. Egy jó kosár, Legrange első találata. Dél szerez labdát. Labda azonban kínban a játékéren kívül. 25-30, ismét támad a Szolnok. Újból indul a 24 másodperc. Bálint József próbálja elmagyarázni a játékvezetőnek, hogy akadályozták Dílt, ezért került ki a labda játékéren túlra. Volt is benn valami rossz, adja tovább. Jurkunas ütközött Díle, nincs harag. De akkor szabálytalan. Megvan ebben a negyedben az első hazai faul. Rossz. Jurkunas. Ő indul el, aztán próbál szerezni egy kosarat. Labda a hazaiaké lesz aztán. Andrius Jurkunasnak még nincs kosara, most szeretett volna dobni egyet, de jól védekeztek most a hazaiak. Dél adja vissza a labdát Legrange-nak, aztán Deák már bátran bemegy és dob egy kosarat. Rossz. Tehát Tatt régen szerzett kosarat, most kettőt is dobhat, mégpedig büntetőből. Az elsőt bedobja. Jó a második dobása is, 27-32 ezzel az eredmény. Legrange. Be középre Clarknak. Harazin nagyon szigorúan fogja, Clark nem is tudja bedobni. Rossz, ismét a labdával mutatja a figurát, nézzük, hogy jön be. Harazint megelőzte Legrange. Nem jutott el rossz labdája Harazin Tamáshoz. Legrange. Dill. Közelebb megy. Clark. Nem mert rádobni. Dillre várt ez a feladat. Dr. Páli nagy nehezen befújt egy fautot. 27-32. Most a hazaiak dobhatnak két büntetőt. Dél biztos kézzel dobja továbbra is a büntetőt. A második is jó. 3 pont ismét a különbség. Ugyanaz, mint a negyed kezdetekor, csak azóta eltelt 4,5 perc.
rossz. Visszaadja a labdát Váradinak. A labda végül is dílé lett. Közben történt egy smás, a játékvezetők nem fújtak. Szőke, jó a triplája. 32-32, ez természetesen nem hagyhatja szó nélkül Pór Péter, és időt kér. Továbbra is 14 pontjával, Uzi Barro a legjobb, Kentátnak 10 pontja van. A túloldalon Anthony Dill 13, Deák Attila 10 pontos. A második negyed felénél járunk. 32-32 az eredmény. Nagyon kiegyenlített, jó tempójú csatát láthatunk. Természetesen vannak hibák, hiányosságok, de azt hiszem mindkét szurkoló gárda élvezettel nézi a mérkőzést. Szolnokról is érkezett egy 35-40 fős szurkoló csapat. Az egyik dobjuk ugyan már szétrepet, de igen, hangosan biztatják kedvenceiket. Jurkunász beleáll egy triplába, rossz a lepattanó Clarke. Clark most beleáll egy triplába, az előbb labdát szerzett. Ott sikerrel járt, itt viszont nem, maradt továbbra is az egál. Tehát Váradi, Jurkunas, rossz. Váradi, az ismét visszaállt Barro, próbálkozik. Most ezúttal ő sem járt sikerrel. Clark. Picit nagy lendülettel érkezett, talán még lépéshibát is követett el. Szinte mindenki látta, csak a három játékvezető nem. Dobás azonban nem jön össze. Váradi. Tehát nagyszerű passzot ad Barronak. Legrange. Szőke, Dill, ismét Legrange. Egy jó labda, Dillnek könnyű dolga volt. Dill ezzel már 15 pontnál jár, megpróbálja a lépést tartani Uzival. Hát, rossz, beláll egy triplába, jó is a dobása. Legrange, Dill. Dill még mindig, Legrange. Legrange meglátta a kínálkozó lehetőséget. Be is dobja az ígyszert. Egy ponttal vezetnek a vendégek. Váradi. Rossz néz farkas szemet Legrange, aztán elindul. Clarke nagyon könnyen befújják a szabálytalanságot. Királynak nagyon könnyen elsült a sípja. Rossz. Jurkunász, Váradi. Váradi.
Báró nagyszerű labdát a Gyurkunásznak, és nem is hagyja ki az ígyszert. 36-39 ezzel. Az utolsó két perc kezdődik az első fél időből. Szőke. Deák beleáll. Nincs kosár. Váradi a kosárszerző. Az a időkérés. Az imént még egál volt, aztán jobb támadásokat vezettek a szolnokiak. Ez eredményezi azt, hogy 5 ponttal vezetnek. Ponttal vezet tehát a szolnok együttese. Változás nincs a csapatok felállásában, de igen, a hazaiaknál van. Deák ült le pihenni, ismét pályán van. Nemrég érkezett Adams. Szőke. Legrange. Dill. Gyurkunász mellett. Próbál bemenni Szőke, láb volt Gyurkunásznál, újból kezdődik a támadó idő, más retorzió nem jár érte. Adams, Legrange. Dill jön segíteni Legrange-nak, aki aztán egy nagyon rosszat dobott. Labdát Gyurkunász ütötte ki. Clark, Szőke. Labda továbbra is a hazaiaké. 20 másodperc van még a támadó időből. Dill. Jó a kosara. Rossz kevergett, Váradi. Tehát továbbra is Gyurkunász küldi el Legrange-t. Dobás azonban nem sikerült. Három támadó, két védő, Szőkelébe jó, nem jó a kosár. Egy kihagyhatatlan zicsert, hibázott Eszikó. 38-41, Pórt Péter pedig mutatja rossznak, ne kapkodj el, van még egy támadó idő. Ha csorogjon az a pár másodperc. Aztán most három, amikor rossz, aztán elrontja a végét. 38-41. Az eredmény innen folytatódik a találkozó, amely reméljük, hogy még nagyon sok izgalmakat rejt magában. Szolnokiek kezdeményezhetnek. Gyurkunász, Váradi, Beró, Tat, illetve Rossz a kezdőtös, ugyanaz, aki az első fél időben megkezdte a mérkőzést. Hazaiaknál pedig Adams, Legrange, Clark, Szőke,
és Dill. Clark is tovább, hogy nem mernek vállalkozni az ajak távoli dobásokkal. 5 másodperc, Dillnek el kell dobnia, bele is áll, dobás jó. 40-43, tehát egy-egy jó kosár mindkét oldalon. A két legeredményesebb játékos, Uzi Báró, illetve Anthony Dill szerzett egy-egy kosarat, de mire kimondom, Kentárt is eredményes. Adams, eddig pontot még nem tudott szerezni, most sem. Uzi kinyúl a hosszú karjaival, alig kell ugrania, és már is benn van az újabb kosár. Dill néz körül, kit hozhatna játékba, érkezik Szőke. El kell dobni. Kosár nincs. Új játékos jelentkezik, hogy pályára lépne. Ivory Clark helyére érkezik Bódi Ferenc. 7 ponttal vezet már a Szolnok, és ők támadnak, növelhetik tovább előnyüket. Rossz keverget. Tehát Váradi. 10 másodperc van még a támadó időből, rossz áll bele, nem jó a dobás, ott van azonban Uzi. Tehát Legrange mellett próbálkozik, és jól. 40-49 ezzel. A Szőke kéri Ádámot, hogy állítsa meg egy pillanatra a játékot, kapott egy medvepuszit, de átjön a helyére. A 40-49, ilyen nagy arányban még nem vezettek a vendégek. Egy rossz dobás Dill részéről. Bemaradt az öltözőben a dombóvári gárda. Álmosan érkezett ide a mérkőzést folytatni. Sokkal nagyobb erővel veti bele magát a játékba a Szolnoki csapat. Adams középre Bódinak. Bódi elég tanácstalan, aztán jön Deák, akit meglöknek. A labda nem ment be a gyűrűbe, tehát marad a 40 hazai pontok száma, viszont 3 büntetőt dobhat Dr. Deák Attila. Jön vissza Clark, Adamset váltja. Deáknak jó az első büntetője. Bemegy a második is. Jó a harmadik is. 43-51 ezzel. Baró adja tovább, Jurkunász. Jurkunász még mindig. 8 másodperc van a támadó időből, rossz. Váradi. Bódi zavarja és próbálja megakadályozni a dobásban. Labda Clarke. Legrange nagyszerű labdát ad Bódinak. Le is megy. Egyenlő 51-re zárkozott fel a hazai csapat.
Váradi bele egy triplába, be is megy. Nem volt rajta senki, nem zavarta senki. Bódi. Deák. Ezúttal nem tud dobó pozícióba jutni, most viszont igen. Nem történt szabálytalanság, de bele sem ért senki, hát ilyen nincs. Hát vagy fautot kell fújni, vagy beleért egy másik játékos egy az ellenfél közül, és azért kapott ilyen falsot a labda, hihetetlen. Marad a 45-54, és a szolnokiak hozhatják majd a labdát, előtte azonban időkérés, Bálint József kért időt. Félidő statisztikáját nézze, hogy 38-41 volt a félidőben az eredmény. 100%-kal dobták a csapatok a büntetőket hazaiak Dill részéről, vagy Dill jóvoltából. 4-ből 4-et dobtak a vendégek, 6-ból 6-ot. Nem csak a büntetőket dobják jobban a szolnokiak, hanem mezőnyből is 60%-kal teljesítenek. 25 dobásból 15 bement, míg a hazaiaknál csak 43%-os ez az arány, hiszen 35 kísérletből csak 15 ment be. A tripla aránya 10-ből 5-öt dobtak a vendégek, ez 50%, 14 kísérletből 4 ment be a hazaiaknál, ez csak 29%, hát ennyivel jobb volt a szolnok az első fél időben. Itt most a másodikban még nagyobb lesz javukra az arány, azt hiszem, hiszen már 13 pontot szereztek, míg a hazaiak csak 7-et. Váradi a labdával, Jurkunász, rossz robbant, aztán eladja a labdát, támadó, a robbantás nem jött össze. Egy hazai játékosnak szaladt neki. Kilenc pont tehát a különbség a két csapat között. Volt már 11 is, nem is olyan régen. Deák érkezik, Bódi azonnal beleáll egy távoli dobásba, nem sokon múlott, hogy ne menjen be. Rossz, középen Jurkunász, Váradi adja a labdát Berónak, Beró ugyan föllökte Deákot, de az utóbbi volt szabálytalan. Az első hazai személy hibát tehát ebben a félidőben Deák Attila kapta. Egyébként nem sok fautot fújtak a játékvezetők. 8-at hazai részről, és 8-at a vendégek részéről. Sportszerű tehát a találkozó. Kettőből egy bement, 45-55, az első elhibázott büntető tehát. Clark. Bódi megy középre, kiadja Dillnek. Kosár jó, és még egy büntető. Dill elég éles helyzetből, elég szorongatott helyzetből dobta el. Szerencséje volt, hogy bement, tegyük hozzá. Tárgyilagosság kedvéért. Büntető azonban jogos. 5 továbbra sem hibázza el a büntetőket. És 48-55. Rossz.
Váradi. Tattál bele, rövid, lepattanó Deáké. A játékvezetők szemeibe nem fújnak. Azt mutatják, hogy Húzi lábbal ért a labdához. Törlés miatt áll a játék. Labdát pedig majd Deák dobhatja be. Legrange. Legmagasabb játékos mellett ment be. Nem is sikerült a dobás, ott volt azonban Anthony Dill. Aki már 22 pontos, 24, bocsánat, ezt a kettőt is hozzá kell adni. Túloldalon a legjobb, Húzi Báró, 21 pontjával. Az állás, 5 ponttal, 5 pontra jött föl, inkább így fogalmaznék, a dombovári csapat. Ezért kért időt Pór Péter, előző időkérés úgy látszik jót tett a hazaiaknak, hiszen egy picit feljebb tudtak zárkózni. És ahogy mondtam, 5 ponttal vezet a Szolnok, 4 perccel a harmadik negyed vége előtt. Csapatok ismét a pályán, 3 idegenlegiós és 2 dombóvári a hazaiaknál, pontosabban 2 magyar, mert ők igazán nem dombóváriak. A túloldalon pedig Szenegálitól elkezdve Litvánik, minden van. Váradi egyedül magyar, ő csak nem végigjátszott eddig a találkozót. Egy igen távoli próbálkozás, Andrius Jurkonas könnyedén dobott egy triplát. Jurkonas ezzel 7 pontos. Ják még megmentette a labdát. Bódit pedig könnyedén szerelte Báró. Jurkonas. Nézte meg magának a gyűrűt, aztán nyomta ki a labdát Rossznak. Aki szépen játszva dob egy kosarat, Legrange. Az ő kosarai nagyon hiányoznak, eddig csak 4 pontot szerzett, pedig hát ennél sokkal többet tud. Bódi visszaadja a labdát Dillnek, Deák. Elég csúnyán meglökték. Időközben Balog váltja. Bódinak igazán nem megy a játék. Évelején sokkal hasznosabb volt, vagy legalábbis az őszi évad első felében. Ahogy elment Péter Stál, ő is leengedett egy kicsit. Deák jól koncentrált mindegyik dobására, mindkettő csont nélkül szórta. 8 volt a különbség, 2,5 perc. Hátra lévő játékidő legalábbis, ami ezt a negyedet illeti. Egy picit elkönnyelműsködte a végét. Kat. Deák pedig dobhatott volna egy triplát.
Clark állította meg. 10 másodperc van még a támadó időből, rossz. Tehát még mindig. Szépen belopózott a palánk alá, aztán villant egyet, újból 10 pont a különbség. Deák vissza középre. Legrandzsál vele, nagyon jobbra húzott a keze, ez inkább Dillnek volt egy passz. Támadó idő letelt. Jöhet a szolnok. Deák helyére Bódi áll vissza. Jurkunas. Váradi. Tatt érkezik. A labdát Dill csentel. És zsákol egy szépen. 54-62. Jurkunas mondja a többieknek, hogy elcsúszott. A törlés után folytatott a játék. Rossz hozhatja fel a labdát. Az utolsó perc kezdődik a harmadik negyedben. Váradi. Rossz. 5 másodperc támadó idő van még. Gyönyörű Clark szelerés. A dobás pedig pontatlan, a lepatanó Dillé. Suta áll bele, és jó. Valóban nem rég állt be, és jól mutatkozott be egy triplával. 57-62, újból 5 pont a különbség. Balog jutott oda, gyorsan el is ismeri a hibáját. Második csapat személy hiba ez csak. Tizenöt másodperc van még a negyedből. Tehát indul, és dobott kosarat. 5 másodperc van még a negyedből, Legrange. Nem sikerült bedobnia. Clark pedig hiába nyújtózkodott, nem tudta megszerezni a labdát. 57-64 tehát. Négy pontot hozott, és ennyivel növelte előnyét a vendégcsapat. 21 pontnál jár Uzi Báró, 20 pontos Kentát. 8-8 pontot dobott Váradi Kornél, illetve Rani Rossz, 7 pontos Andrius Jurkunas, más nem dobott kosarat a vendégektől. A hazaiaknál 26 pontos Anthony Dill, 15 pontot szerzett Deák Attila, ők ketten a legjobbak a hazaiaknál. 4-4 pontos Clark, illetve Legrange, egy-egy triplát dobott, két Dombovári Balog, illetve Szőke. Bódinak egy 2 pontos dobása volt. Bódi a hazaiaknál, ők már a pályán vannak, aztán érkezik Jurkunas, Tott, Rossz,
Báró, illetve Váradi. Túl sokat nem cserél Pór Péter. Mérkőzés előtt panaszkodott, hogy sokan nem érzik túlságosan jól magukat. Cicás még mindig nem vedhető be. Szabó Péter is kidőlt a sorból. Akik a pályán vannak, igazán jól bírják. Kódinak nem sikerült a dobása, Balogh pedig nem tudott aztán dobáshoz jutni. Clark, Bódi. Bódi, Jurkunas mellett megy be. Dillnek adja ki, Dillen nincs senki. Dill pedig büntet. Négy pontra jön föl a hazai csapat. Báró, Jurkunas. Dill van a nyakán. A rossz nyomja vissza Jurkunasnak. Ennek ezúttal nem jön be a távoli dobása, a labda azonban Váradihoz kerül, tehát ismét jöhetnek a szolnokiak. Balognál a szabálytalanság, az első személyi hiba ebben a negyedben. Tatt. Kicsit talán elfáradt. Jurkunas, gyönyörű labdaszerzés, Clark, Legrange, egyedül fejezni be aztán 62-64, mindössze egy középtávoli kosárra a Dombóvár, pedig nemrég még 10 is volt, a labdát Dill szerzi meg, és bedobja. Utolsó játékrész. Egy perc 35 másodperc telt el az utolsó negyedből. Továbbra is Balogh, Bódi, Legrange, Clark, illetve Dill a hazaiaknál. A vendégeknél pedig érkezik Baró, illetve Jurkunas. Két amerikai tát, illetve Rossz, valamint Váradi Kornél. Mintha nem is történt volna semmi, de mégis mennyi minden történt. Balogh időközben megszerzi a harmadik személyi hibáját. Rossz. Clark méltatlankodik, támadó hibát gondolt, én is bevallom őszintén, Dr. Páli azonban peckesen sétálgat itt az oldalvonal mentén, néma sippal. Clark, Legrand, Dill, ez is ítélhető lett volna beleformulásnak, itt is néma maradt a játékvezetők sípja. Gondolom most adták vissza az előzőt. Rossz hozza föl fáradhatatlan a labdát, 66-66-os állásnál. Jurkunas, Váradi. Ismét
Balogon a nyakám, vároljon segíteni, balog a földön, mert tovább, gyönyörű Clark szelerés, itt pedig egy lépés gyanús. Nézzük a kosár érte vagy nem, játékvezetők szerint igen, 66-69 tehát. Rossz a szabálytalan, ő mutatja, hogy igazából Legrange nem vezette tökéletesen a labdát, és fordult vállal az ő testébe. Az első személyi hiba ez ebben a negyedben szolnoki részről. Bódi. Váradi volt szabálytalan. Bódi készülődik a két büntetőhöz. És értékesíti a másodikat is. Egyetlen egy pont a különbség. Még éppen időben játékba hozta a labdát Váradi. Gurgurász. Váradi. 10 másodperc van a támadó időből. Tehát valahogy csapja be. Akkor pedig megint a földre viszi. Clark. Deal indul el. Barrow az, aki megakasztja. Három ponttal vezet a szolnok. Legrange. Egyébként visszahúzta a labdát. A balogdobása nem jár sikerrel. Rossz villam. Barrow készülődik majd két büntetőz, előtte egy csere, Balogot Deák váltja. Kiadja az első büntetőjét. Sőt a másodikat is. Úgy látszik, ő is azért kezd már fáradni. 5 perc 46 másodperc a hátra lévő játékidő. Legrange. Dél. Deák. Kilép a vonalon kívülre, de már nyakán ott van. Tehát Clark. Rossz a dobás, a lepattanó pedig a vendégeké. Rossz áll meg, várja meg a többieket. Aztán beláll egy dobásba, nem sikerül neki. Clark rengeteg lepattanót szerez. Egy-két labdát is csend, 68-71 továbbra is, megálltak itt a csapatok most. Dill, Legrange teljesen üres, beleáll a triplába, ami nem megy be. Lepattanó Barrowé.
perc, 45 másodperc a hátralévő játékidő, 3 ponttal vezet a Szolnok. Picit itt most megálltak a csapatok. Úgy látszik, hogy kezd kijönni a fáradtság, a dobásokba már nem tudnak annyi energiát, koncentrációt belefektetni. Nézzük, kibírja jobban, elkezdődik ugyanis a mérkőzés hajrája. Clark. Dill, picit erősen jött a labda, de még megvan. Legrange vissza Dillnek. Kosár jó. Személyi hiba is. Anthony Dill lefelkapásával 35 pontos. És ahogy a helyi műsor közlő bemondja, Dillnek ez volt a 35. pontja. Én csak meg tudom ismételni. Minden elismerésem az övé. 70-71, 70 pontból hazajak ennyit dobtak, felét ő szerezte. Páli fúj be egy szabálytalanságot. Módi nagyon mérges. Tehát visszafelé adja a labdát Rossznak, ki bedobja a középtávolit, újból 3 pont van közte. Hátralévő játékidő 3 perc, 40 másodperc. Legrange beláll triplába, ez sem sikerül. Jurkunas, Váradi. Hát. Egy rossz zárás miatt került a földre Deák. Bálint József pedig időt kér. It's a long, long way to Diego, but don't worry, I'll take you there. I don't wanna go without you, come with me, you won't regret it. Mini notebookok, PC-k nagy választékban a Mátyus Kft. Üzleteiben. Bővíteni vállalkozását, ismeri a bankok által nyújtott lehetőségeket. Építkezne, felújít, használt lakást vásárolna. A bankok közül egyedi igényei szerint választjuk ki a legmegfelelőbbet. Gondoskodni kíván családja és vagyontárgyai biztonságáról. Nálunk valamennyi jelentősebb biztosító társaság ajánlata közül választhat. Üzleti tervek, pályázatok írása, lakás, kötelező, kaszkó és egyéb biztosítások ügyintézése. Mindezt egy helyen. Broker Royal Kft. Szolnok, Arany János út 20. Európa Szolnokon. Étterem és vendégház. A la carte és menüs étkeztetés hétköznap 11 óra és 15 óra között. Hagyományos ízek, gyors kiszolgálás, nyugodt környezet. Ideális hely családi és céges rendezvények számára, esküvők, bálok, konferenciák lebonyolítására. Mindezek mellett 4 ágyas, WC-s, zuhanyzós, tévés vendégszobával várjuk Önöket, természetesen kedvező áron. Európai étterem és vendégház Szolnokon, a József Attila út 83-ban. Eredmény 3 perc 14 másodperc hátralévő játékidő. Nézzük itt a véghajrában, mire képesek a csapatok. A hazai vissza a játékvezetők sürgető sípszavára, de aztán csak megérkeznek. Előbb a hazaiak, de már pályán vannak az olajjátékosai is.
4 amerikai legelégiós a hazaiaknál, plusz Bódi, a túloldalon pedig azok, akik tulajdonképpen végigjátszották a mérkőzést. Adams. Legrange. Gil nem tudja, mit tegyen a labdával. Legrange. 3 perc van hátra a mérkőzésből. Legrange indul, kiadja. Bódi elküldi az emberét, és közelről biztosan a gyűrűbe talál. Egyetlen egy pont a különbség. Rossz keverget. Váradi. Túloldalra jó a labdája. Kosár nincs. Labda pedig Dillér. Legrange, egy ponttal vezet a Szolnok, ne felejtsük el. Legrange, Adams, Adams, bátran bemegy, Dillnek adja, Dill közelebb lép aztán, hát nem tudom milyen birkózások folynak ott középen, Páli nem látott semmiféle szabálytalanságot. A rossz kapja vissza a labdát. Bódi volt szabálytalan, ezért jár 2 büntető, 1 perc 50 másodperccel a vége előtt. Ronny rossz keresztet vett, mielőtt megkapná a labdát és dobhatná a 2 büntetőjét. A fenti segítség jól jött, biztosan dobta az elsőt. A második azonban kijött. Húzi mérgelődik nagyon. És ezzel szegény ki is pontozódott. A vendégjátékosok legjobbja, mondhatjuk azt nyugodtan. Zumane Barro tehát, leballak helyette jön Harazin Tamás. Zumane 21 ponttal fejezte be a mérkőzést. Clark pedig kihagyja az első dobását. Nagyon csúnyán dobta a gyűrű tövére a labdát, még kicsit félre is. A második azért bemegy. Túl van a Szolnok is már az 5. csapat személyi hibán, ezért dobhatott Ivory Clark 2 büntetőt, amiből az egyik be is ment. Tehát keverget, aztán Dill lábára dobja a labdát. 1 perc 35 másodperc van még hátra. 73-74 az eredmény. Bármi lehet még, csak döntetlen nem, akkor természetesen hosszabbítás lesz. Tart indul. Váradi, jó a dobás. Váradi nem játszik látványosan, viszont nagyon hasznosan, a lehető legjobbkor engedi el a labdát, és triplái rendre betalálnak. Dill. Elkezdődik a mérkőzés utolsó perce, akkor amikor Dill szerez egy 2 pontos találatot, plusz dobhat még egy büntetőt is. 75-77. És a meccs legjobbja Dill. A büntetőhöz készül, eddig 37 pontot szerzett. Megvan a 38. csapatának a 76. pontja. Szolnokiaknak 77 van, és
már csak 53 másodperc. Tehát nézi az órát, 10 másodperc támadóidő van még, tehát még mindig. Tehát Adams elesett, tehát pedig nem tudja bedobni a labda a hazaiaké. 35 másodperc, Adams, és bedobja a meccs első kosarát, legalábbis részéről az első kosara mérkőzésen. És azt hiszem, ha hazai szemszögből nézzük ezt a történést, a legjobbkor, hosszú idő után ismét Dombóvár vezet 78-77-re, de természetesen ehhez még lesz mit hozzáfűznie Pór Péternek, illetve pályálévőknek is. A nagyhajtásban elfáradtak a szolnokiak, igazán nem tudta forgatni csapatát Pór Péter, és egyelőre a dombóváriak a nyerők, de természetesen ez könnyen fordulhat, hiszen szolnokiak jönnek egy támadással. De mivel 33,6 másodperc van hátra, természetesen a hazaiak is hozzászólhatnak még. De minden esetre igen, izgalmas itt a vége. És bármely csapat nyerhet. Nézzük tehát az utolsó fél percet. Adams próbál labdát szerezni, tehát még mindig 10 másodperc támadóidő van még, amikor beláll egy triplába, ami bemegy. Hát ez hihetetlen. Bálint edző kér időt. Hát ez hihetetlen. Ahogy kijátszották a 24 másodpercet, Kent át küldte el maga elől Ronnie Ross-t, és szorongatott helyzetből betalált a gyűrűbe távolról. 16,1 másodperc van hátra a meccsből. 2 ponttal vezet a szolnok. Nézzük tehát a mérkőzés utolsó történéseit. 16,1 másodperc van hátra. Legrandnál a labda, Adams. Szép komótosan elég távol a palánktól. 8 másodperc, amikor elindul, és kimarad. Adams szép komótosan fölvitte, nehezét meg is csinálta. Aztán az íre nem sikerült feltennie a pontot. Két büntető következik a hazai palánknál. Urkonásszal szemben szabálytalankodtak. Urkonász bedobja, 78-81. És hogy biztos legyen a győzelem, ez is bemegy. És ez a vége. A szolnoki olajkáká
82-78 arányban, tehát legyőzte hazai pályán játszó Domvári Planet Leasing együttesét. Kedves nézőink, köszönöm a figyelmüket, remélem jól szórakoztak, a viszontlátásra!